kelet-európai kisgyermekkori nevelés reformi elnevezésű Dán Magyar projekt részeként elkészült a Csillagfény bölcsöde udvara. A beruházás 70 millió forintba került. Gajda Péter polgármester, Vincek György és Varga Attila polgármesterek, Bogó Józsefné önkormányzati képviselő, Aszódi Sikter Éva, a Kispesti Egyesített Bölcsödék Intézmény vezetője és a beruházást végző Közpark Kft. Ügyvezetője dr. Vitál Márton kíséretében tekintette meg a felújított bölcsöde udvart. Egy nagyon szép, a gyerekek mozgásigényéhez, a természet szeretetéhez igazodó projekt alakult itt ki a Csillagfény bölcsödébe. Ehhez a dánok több mint 15 millió forintot biztosítottak, a fennmaradó többi részt azt a Kispesti Önkormányzat, a Közpark Kft.-vel közösen állt. Ugye az egész bölcsöde udvar felújítás ez több mint 70 millió forintba került, és azt gondolom, hogy jó helyre sikerült elkölteni ezt a pénzt, és hát bízom benne, ahogy látom egyébként, ugye nyáron is voltunk már kint, amikor azt vártuk, hogy a gyerekek a nyári szünet után belakják ezt az udvart, hogy a gyerekeknek is nagyon tetszik. Ugye itt több fronton alakítottuk át ezt az udvart, pancsolók kerültek kialakítása, ahol gumírozott felület található, egy kerékpáros, kiskerékpáros biciklis utat is építettünk különböző alagutakkal, filagóliát, ahol foglalkozásokat lehet tartani, a teljes felület megújult, hiszen nagyon sok zöldet alakítottunk itt ki, tehát látható, hogy a teljes udvarnak a nagy része, jelentős része az tulajdonképpen a füvesítést is takarja. Itt ugye öntözőrendszert is beépítettünk annak érdekében, hogy ez a fű minél tovább megmaradhasson. És hát ahogy említettem, ezek a kerékpárutak, ahogy látható, most is a gyerekek nagy örömmel használják, kerültek itt még kialakításra, egy kis domb is épült, és még sorolhatnám, hiszen nem csak az udvar ilyen típusú felújításáról szólt ez a projekt, hanem arról is, hogy új játszóeszközök kerültek be, és hát a tapasztalatcseréről is, ahogy ön is említette, kisgyermeknevelők mehettek Dániába, és ott meg tudták nézni, hogy ott hogy nevelik a 3 éves korig bezárólag a gyerekeket, és hát nyilván mindenki tudja, hogy a gyerekek életében ez az egyik szinte legfontosabb időszak, tehát ezért is támogattuk ezt a projektet, mert ez egy nagyon fontos kérdés számunkra is, és hát örülök annak, hogy végülis ez egy sikeres együttműködés volt. Abban is bízom, hogy nem csak mi tanulhatunk a dánoktól, hanem a dánok is tanulhattak a mi kisgyermeknevelőinktől is, hiszen azért itt nagyon komoly és felkészült szakemberek dolgoznak nálunk, és hát bízom benne, hogy ezt a projektet majd folytatni tudjuk.